Mivel a családjában nem ismeretlen a sebesség iránti rajongás, az ifjú go-kart versenyző Vida Benedek esetében nem meglepő, hogy hamar a kormány mögött kötött ki. A KSB Racing Team színeiben repesztő fiatal egy számára fontos helyszínen, a Hungaroringen idézte fel a kezdeteket. Apukám a motorsportban dolgozott, 10 éven keresztül dolgozott a Phoenix motorsportban és a BMW Team Hungaryben, és akkor ő mondta legelőször, hogy akkor üljünk be egy go-kartba, ő vitt az ölébe, és akkor ott látta rajta, hogy nagyon megtetszett. Maga az a sportág, ahogy megyünk a pályán, a sebesség, a kanyarodás, és akkor innentől kezdve lettem a megszállottja ennek a sportnak. Igazából ez az a helyszín, ahol legelőször ültem go-kartba, még apa ülébe, és akkor ahogy nőttem, úgy ültem be már egyedül is a go-kartba. Rengeteget jöttünk ide gyakorolni, nagyon sokat is fejlődtem, és ezúttal is szeretném köszönni a Hungaroringnek, hogy tudtunk jönni és gyakorolni nagyon sokat. Volt nagyon sok esős edzésem, amikor maga az esőt is szoktam, esős éveket is tudtam nagyon sokat tanulni, és igazából ez jelenti nekem. És nagyon sokat köszönhetek apának is, hogy itt tanított. A Hungaroringen lévő gépek persze nem hasonlíthatók össze azokkal, amelyekkel Benedek külföldön versenyez. Eljutottam arra szintre, hogy most már profi versengokartos versenyeken, bajnokságokban indulok. Rengeteget köszönhetek a támogatóimnak, mert nélkülük nem is tudnék igazából versenyezni, és hogy támogatják a pályafutásomat. A versengokart képes ugye 120 km per órára is, vagy akár többre. 85 kg maga a gokart, 30 lóerő, szóval igazából egy igazi kis méregzsák. De milyen körülményeket kedvel igazán a fiatal versenyző? A száraz vagy az esős pályán érzi magát magabiztosabbnak? Én örülök mindkettő időjárásnak. Sok évig azt mondtam, hogy inkább szárazba szeretek, mert abban voltam a legtöbbet, és nem volt esős tapasztalatom. De miután lett esős tapasztalatom, az esőt is nagyon megszerettem. Tudok mindkettőhöz viszonylag könnyen alkalmazkodni, megtalálni jó éveket, és a versenyzésben sem okoz akadályt az esős körülmény. Az ifjú gokártos fókuszába 2021-ben már a nemzetközi poron került, és két külföldi versenysorozatban is elindult. Az egyik bajnokság a Rotax Max Euro Trophy volt, ez az Európa bajnokság, a másik pedig a Rotax Max Challenge Central Eastern Europe bajnoksága, ez a közép-kelet-európa bajnokság. Az Európa bajnokság nagyon komoly, erős mezőnyvilágbajnokok ellen kell megméretetni magamat. Az első fél év jobban sikerült, az EB mezőnyében voltak viszonylag jó eredmények, könnyen tudtam fejlődni. A közép-kelet-európa bajnokságban szintén a második fél év volt egy picit ilyen rosszabb. Az év elején voltak dobogós helyezések, volt futamgyőzelmem is, és akkor így a második fél évre volt pici hibák, és akkor ez miatt nem sikerült magát a bajnokságot megnyerni. Még van egy hátra ebből a bajnokságból, és szeretnék legalább a top 3-ba dobogóra felállni. Nálunk igazából péntek, szombatok vannak az edzések, ez a közép-kelet-európa bajnokságon van így. Vasárnap egy warm-upunk van egy időmérőnk, és utána három verseny. És akkor a három versenynek összeadják a pontjait, amennyit elértünk, és akkor úgy jön ki az összesített eredmény az adott hétvégén. Az Európa-bajnokságban pedig az egy egész hetes rendezvény, ott egészen szerdától vasárnapig gokartozunk, és akkor szerdától péntekig vannak az edzések. Péntek utolsó edzés a maga az időmérő. Mi alatt annyian vagyunk az EB-n, hogy ott már selejtezők is vannak, és akkor az alapján dől el, hogy ki honnan fog indulni a vasárnapi két döntőn, és akkor ott is szintén ugyanaz van, hogy összeadják a két pontokat döntőn, és akkor úgy van az összesített eredmény. Benedek a két sorozat mellett az idén Le Mans-ban is rajthoz állhatott egy go-kart versenyen, így adódik a kérdés, a sok-sok élmény közül melyik a legemlékezetesebb a számára? Az egyik verseny az a CE-nek volt a bónuszkápja, az a Közép-Kelet-Európa bajnokságnak volt, egy ilyen nem számít bele a bajnokságba, és ott tudtam a szuperdöntőben megnyerni a futamot, nagyon jó versenyzéssel, és akkor a dobogóra is álltam, az volt az egyik kedvenc versenyem, a másik pedig Le Mans volt, maga ugye a feelingje miatt is, meg egyébként a versenyzés szempontjából is, meg amilyen maga a pálya, fantasztikus élmény volt. Benedek fejében sok minden megfordul, amikor a jövőbeni célok kerülnek szóba. Jövőre vagy két év múlva lenne egy nagy álmom a Formula 4-be versenyezni, az olasz bajnokságban, és hogyha így nagyon előre nézzük, akkor a Le Mans-ba szeretnék
eljutni, és ott nyerni világbajnoki címeket. Vagy akár DTM-ben is, vagy más túrautó világbajnokságokban.